Figyelmeztetés, a videóban előfordult csúnya beszél, és még káromkodás, kérlek, ennek tudatában folytasd a tartalom megtekintését, és használt bojlerval eladó. Sziasztok, srácok, öt fiúk rányok a csatornában, de rendszer csatornáján vagytok, és megint egy tooling videó lesz majd, először is megveszünk a szekelet hozzá. Ugye jött egy új stántos autó, ami igazából nem tudom, hogy a Benisnél is lesz majd egy, csak nagyon szolálok anyagilag. Úgyhogy, nem is ebben van, hanem de nem is a Benizni, hanem a Legendary-nél van. Nem drága a kocsi egyébként. Hát volt, aki azt mondta, hogy nem az igazi, a szekér, nagyon fehér, ha már úgy van. Oké. Elvileg verseny kategóriás a szekér. Office garázsba vigyük? Onnan vigyük el? Ja, ott úgy sincs nagyon autó még egyelőre, ugye munka azt is megvettem illetve. Amint látjátok, nem sok pénzem van, de elvileg nem túl drága az autó tuningja. Nem tudom, hogy megtartom-e vagy sem, ez majd még a jövő zenéje lesz, ami azt illeti. Látjátok, hol vagyok, nekem arra kell mennem. Szerintem mire odaérek, meg is fog érkezni a járgány. Kár, hogy itt nem lehet átugrani. Itt nem tudom miért, de itt mindig van ilyen füstös. Már csináltak ilyen ködös. Nem tudom mi van ide letelepedve igazából. Meghagyjuk a Nightline Death Secret, ha már van olyanunk is. Még csak ez egy extra autón van. Nem is tudom, hogy a többit érdemes megvenni. Ez is túl drága volt, ugye, aki követi a csatornát, azt tudja, hogy most miről beszélek. Gyi! És akkor nekem innen kell az Office. Az Office, hát az Office is jó végül is, tehát mindegy, mert a garázs is otthon ugye az Office-nál. Közben egy hívás Lester bácsitól. Sose! Jéj! A francba! A font a banda területen kell nekem is lövöldözni. Nézzek el, szétküldték a szekeremet. A francba! Na jó, szerintem mire odaérünk, meg is lesz a kocsi. Nem tudom, hogy azt mondják, hogy elvileg ugye stunt race kategória, de sima sport kategóriás anyádra, és bizony azt, hogy indirekt eléd a kanyarodok címmegoldást. Ugyannak a zsaruk. Ajajajajajajaj. Ez is bazd meg az anyádat neked is. Hol indul? Igen, mert azt akartam, hogy lehúzza az ablakot, de ugye mivel hogy ebbe fegyverzet van, meg is érkezett a kocsi. Mivel hogy fegyverzet van, ugye azt váltja, és nyomtam egy jobb gombot. Be akartam mutatni, mert akkor lehúzza az ablakot, de végül is így is megoldottuk, mert már nincs ablak. Ami azt illeti. És direkt így elém tudod, de még be is lassít a gyökér. És kaptam rá RP-t, hogy megálltam, megy már, de komoly. Még úgyse tuningoltam egyáltalán garázs szinten az Office-nál. Meg nincs is ott igazából a kocsi, mert lehet, hogy azt tudom, hogy sportokat oda át fogom vinni. És ugye elvileg ott fogok tudni tuningolni, ezt se próbáltam még! De majd most kipróbáljuk. Nem vagyok már messze. Nyilván csináltam ezeket a videókat úgy is, hogy egyből onnan induljak. Van el nyomaték a szekérbe. És nem tudom, elvileg ezzel szerintem nem fog tudni beállni a varázsos részhez. Ugye ennél a fajta irodánál... Hoppá! Nézege! Kemény az oszlop! Megálltunk! Ugye ennél a résznél van elvileg itt a varázs behajtó. Csak ő vele nem enged be szerintem. Nem hát. Nem tudom miért ilyen lehívós, vagy miért nem olyan lehívós, mint az alapautóknál a lehívós szut. Elvileg itt is lesz, és kipróbálom, mert elvileg ugye van, itt kell lenni a Verdának. És mit tudom én, hány szintes, mert itt a haut van. Legalapabb, legolcsóbb, legjobb megoldás, majd próbálkozom. Új, apám, hát ez érdekes lesz.
Elég egyedi mondjuk. Egyedinek tűnik. Állítólag aerodinamikailag minden hogyan nagyon pötöc a szekér. De amint hallottam a többiektől, azt mondták, hogy elvijek vele, hagyja. Na, cuccos. Ennyi, hogy kibírok állni vele? Látok majd kicsit. Nem tudom, hogy ez hogy működik, de elvileg Turingnak lenni kéne benne, nem úgy csak a barást vettem meg hozzá. Nagyon jó kérdés. Nem, ahogy a faszomban lehet ezt Turing volni, vagy hogy? Na, lehet, hogy ezt nem vettem hozzá, elképzelhető. Nincs kizárva. A legolcsóbbat vettem, az lehet, hogy nem ért Turing. Ezzel nem is bírok semmit csinálni, de... 20 darab kocsi fér el. Aha. Lehet, hogy nem vettem Turingot, mert az ilyen beállónak kéne lenni, azt hiszem legalábbis, hogy valami ilyesmi, nem? De hogyha erre tud valaki valamit büfizni, srácok. Mert tényleg, most van először itt autó, direkt ide hívtam. Nem, kijövök egyből. Akkor úgy néz ki, hogy nem vettem meg hozzá a Turingos részt. Az valami 700 ezer plusz lett volna. Nem baj, majd összejön egy kis píz. Nem rossz amúgy. Úgy egy kis egyedi verda. Kézi az jó legalább, nem olyan, mint a másik autónak. Na jó, azt fogjuk csinálni, hogy hát akkor muszáj vagyok. Tunyingóni, sima izébe, mocsóba. Majd ha lesz úgy, ha összejön úgy pénzem, azért megveszem majd a saját tuningot, mert akkor nem kell eljárkálni. Pluszba, ugye. Érdekes egyébként érezni, hogy nagyon tapadós a szekér. Nem tudom mennyi a... De anyád fasza. Mennyi lehet a vége. Nem megy rosszul egyébként. Ez hozzátartozik az igazsághoz. Egész jó. Jó megy. Csat. Nem tudom mennyi, elvileg nem tudom mennyi a tuning, de elvileg annyi pénzemnek venni kell. Ma elvileg lesz live. Menj már az kurva anyádba! Jó, mert látszik a kilométer óra is benne. És nyilván egy komolyabb autót, egy Nérót nem fogod hagyni szerintem az a szekér. Úgy. Nézzük, mi mennyibe kerül rajta. Javítás a 150 ezer, javítás az jó. 50 ezer az upgrade. Armorra. 35 ezer, hát gyerekek. Umperó, umperó. Most a legdrágábbak csak azért, mert elvileg a legdrágábbak a legjobbak, azok nyomják le legjobban az autót. Nem volt olyan drága a teljes. Tuning alá. Hát gyerekek, az jó lesz így. Bombát nem kérünk, hód. Hát ez a legdrágább. Végre ahol a legdrágább is kijön. Ott ezer ére szokásos idegesítő duda. Hát ez ugyanúgy drága lesz a Neon 30-ért. Neon Color. Ez az alap a white-os. Hát gondolkozom rajta, hogy fehéren kell hagyni ezt az autót, de legjobban nekem ez a blacklight tetszik mostanában. Már nem nagy árnyalat különbség van a purple között. Jó, legyen ez is kék. Ha már úgy van, jó. Hát a rendszám a szokásos dident. Tudom, hogy van, aki 80 rendszámot nyomat. Ice White.
Forced by. Kicsit szürkébb. Jó, lesz egy kicsit szürkébben. Secondary color. A bukócső, ugye az oldalcső és az eleje mind az, amit színez. Ezek szerint, jó lesz ez így pirosan. Problem nem, bukócső bele. Éééé, baszd meg, ez mi? Nem már. Minimális szélvédő van ugye elől. Tegyünk bele bukócsövet? Ugye az is piros lett ezáltal. Vagy csak egy sima hátsó bukócső. Mindegy, tegyünk bele, mindegy most már. Eladni el tudjuk 349 000-ért. És akkor az oldal cumózat. Hát nyilván ez a legjobb. Ebből is ugye minél jobban lenyomja az autót, ezzel nem barjának, és akkor lássuk a spoiler mit tud. Ez a spoiler a maxos. Akkor a váltó még 40-nél, nem maradt semmi pénzem, nem maradom, csak 50-i turbó, baszott, és még kerék nincs. Azt te kurva! Gyerekek, szorul leszek, mint az állat. Nagyon kicsit. És kerékem viszont most már nem fog spórolni, mert... Várjatok, nem is sport. Hű, genyó. Hát gyerekek, az a bukolcső az valami borzalmas rajta. Igazából. Ice Kid. Volt 20 000, bazd meg. 20 000! És nem sok különbség van a kettő között. Íj, az már kerék halad. Menj már, rendesen kiáll a felnőből. Nem csak úgy tűnik, mint a kiáll. Ugye a sportkategória is ez az alapja neki. Az alapkereke. Imádom ezt a kereket, de már annyi autón van ez a kerék sajnos, de mindegy ezen is. Ez lesz most már mindegy! Oké. Színezni tudjuk. Nagyon piros leszarom. Fair design, mehet rá, mert sportkategória, golyvároság 25-ér, rohagy meg, jó, aranyan a szín olyan, ami. És akkor ennyi gyerekek, kifullasztuk. Hát láttátok, hogy 1 millió volt. A francba. Egy telefon. 1 millió volt. Hát a bukócső az nem az igazi a járgányon, de viszont elég egyedi járgány. Majd meghagyjuk most egy kicsit. És vagy fut a szekér. Mondjuk így már lehet, hogy a lila szín nem az igazi. Alá. Csak elbasztunk egy csomó. És pörgetjük, forgatjuk ki. Kéz ilyen jó lenne. A francba a ruhat. Weber. Aha, jó a kézi. Passza a kézi. Na jó, azt a szint még át fogjuk tolni. Ez azért jó, mert nem volt. Ez azért jó, mert nem volt drága. Repair. Ezeré. Hát most egy kicsit kidobtunk egy kis lóvét az ablakon, de nem baj. És akkor mondjuk, ha már piros ez a szájba ver cuccot fölül, akkor legyen piros az alja is. Már ezen majd lehet, hogy változtatni fogok. De rajta hagyjuk a csövet egyelőre. Hát ezt bírtam kihozni, srácok. Ebből a történetből. Kicsit meghajtjuk. Hop-hop-hop, íj. A festésre. Hát jó, nyilván nem egy Nero. Viszont nagyon tapadós, mert azt mondták, hogy ergonómiailag olyan elrendezése van, nagyon jó a légellenállása. Ezért vettem mindenből, még ha nem is a legszebb, azokat a spoilereket, amit teljesen lenyomják a járgányt. Elég gézé, fogja az utat, és nem dobál.
hanem le van nyomva. Júj, a fékhely rakás szar. Jó ég, milyen fékutya van. A fékutya borzalmas. Hát bizony, jóval előbb kell fékezni, ha csomagázom megyünk. Nézzük, milyen az FP. Hát az FP az eddig is jó volt. Százon fölül megy. Nem, nem dobálja az autót. Arra leszek kíváncsi majd, mert ugye ez direkt stunt részeres kocsi. Hogy mennyit fog dobálni, meg milyen lesz a, tényleg a csőbe a viselkedése a járgánynak. Ugye legkönnyebben úgy lehet letesztelni ilyenkor egy autót. 115, 117. Százhuszonhárom. Nem megy rosszul, gyerekek. 125. Megy ez, baszki. És jó irányítható is. Mondjuk, hogy mire elég az a végsebesség, ú, ezt hozzak kéne ezt a kocsit. Ez jó pénz. Megy a anyád, ott te idióta. Ott beverek, hogy beszarnak. Mit? Itt ilyen összeemberkedj, egy gyengedő vettél, ocskostom, hogy meg ott beverek, hogy szét esél. Ó, a trükkös kis köcsög, hát oda nyúlok én, azt annyi. Rohadjál meg! Jó, nem rossz a szekér egyébként. Ugye legkönnyebben úgy lehet, hogy sem mindegy, az be kellene vinni azt az autót. Viszont ez drága ez a kocsi. Ilyeneket érdemes gyűjtögetni, ha jól mondom. Lehet, hogy ez nem az XX-el, nem? Vagy ez az X-el? Nem tudom, de ez jó pénz, és elég ritka. Na, valami küldetésből is lehet farmolni valami glitchen keresztül, ahol az a feladat, hogy ilyet kell lopni. És 19 ezer a kocsi darabja. Eljöttem el, és tűnt a kocsi, baszki! Na szóval úgy lehet jól letesztelni, hogy mennyire irányítható egy autó. Begyorsultok, mint az állat. Ugye az előző, amit teszteltünk, a GP1, annak borzalmas volt a kézie. Ennek jó a kézie, viszont borzalmas a fékje. Csináltok egy ilyet. Ez nem jó, nem valami jó. Tehát vala pörgőn, ott még egy bizony. Ilyen sűrű jönnek ezek a kocsik? Na jó van, srácok, ezt behúzzuk. Itt is egy alon. Nem áll a picsába. Kettesével, négyesével. Elvileg ez jó ez a járgány. Nem valami jó a kézi, nem úgy pörög ki, mint egy T20. Az irányíthatósága legalábbis egy sima aszfalt, itt nem az igazi. Állítólag az L1 veri, úgyhogy az L1-jel lesz tesztelve, amikor ráadásul úgy tudom, hogy a sportkategórián simán azt mondja sportkategória. Nem szuperkategória. Ugye nem 130-tal, vagy meg 140-nal, hanem csak 125-öt bírtam belőle kihozni. És azt, hogy a fordulóban majd hogy viselkedik, hogy majd jövök vissza a másik tesztel, srácok. De nem megy rosszul, nem egy rossz autó. Meglátjuk, hogy ténylegesen veri-e az elegyenesen. Na, ó, meg lehet vele azért fordulni. Nem rossz az irányíthatóság. Na, jó van. Nem rossz. Nem rossz. Ezt kell mondani. És hát csak azért egy egyedi kinézet, és nem is drága. Jó, jövök majd a többi tesztekkel, srácok. Na, és akkor jöjjön a teszt a stuntban, hogy mit tud. Itt van velem Csuláj, vagyis Csuli. Menj már! Így odaveri! Sírva is fakadok. De akkor ennek a kocsinak mi értelme van? Nem sok. De ez nem is kéne tesztelni akkor izé, akkor nem is fogunk tesztet csinálni. Azért szorosabbnak gondoltam a dolgot. Akkor ez sajnos nem éri meg. Szóval az, hogy egyedien néz ki, és sokkal jobban megdobja ráadásul a csík a másik autót. Nem értem, hogy a Rockstance miért csinál ilyen kocsikat. Hát nem értem, hogy mi értelme van így. Ha egy L1 veri, akkor miért? WTF.
Jól irányítható viszont tényleg. Minket meg lehet úszni. De hát, ha egy jel egy sima el egy veri, akkor ez cink. Akárhonnan nézzük. Mondták mondjuk a többiek, hogy nem az igazi. Most megnézzük, hogy egy kicsit vezetünk, hogy hát odavel úgyis sebességből valószínűleg. Azért, hogy szaré húgyer lehet eladni. Szóval lehet, hogy nem éri meg nekem ezt eladni, most elfékeztem az életem. Téged sokkal jobban gyorsít a gyorsít ez a boost chip. Így viszont akkor tényleg csak a kinézet marad, ami miatt azt tudnám mondani, hogy érdemes megvenni az autót. Mert nagy a különbség a két járvány között. Csak akkor nem értem, hogy ha csak nem ugye amit írt, hogy lesz nem speciális verseny, csak ilyen autóval. Ott mondjuk, hát a fene se tudja. De sima sportkategóriában, ha indul a verseny, akkor ezzel egy nézzétek meg úgy megverje. Nem is nyomunk még egyet, mert nincs értelme. Mert hiába mennék én akármilyen jó, ha ezzel egyik elver. Akkor viszont tényleg nem értem, hogy miért csinál. Tényleg jól érkezik, irányítható, jó a fék. Jól megy, de hát egy elegy elveri. Nincs mit mondani, az tények magukért beszélnek, igazi volt. Nem értem a Rockstar-t mostanában, hogy miért. Mert ha egy kicsit több sebességet adnának ennek az autónak, akkor azt mondom, hogy oké. De ha egy L1 simán lenyom, akkor értelmetlen, mint a kezdben. Ha csak nem úgy lesz, mint a Ruiner 2000, vagyis Knight Rider Verda. Hogy speciális versenyek lesznek csak ezzel az autóval. Úgy talán van értelme neki valamennyi. De jól irányítható, csak hát lassú. És sajnos olyan szinten lassú, hogy a csík is meg mindentől lassabb. De nem akad föl. Irányíthatósága nem lenne baj, a végsebességével van probléma. Hopp-hopp! Mondtam, hogy egy kis érkezési buggy-magibó. 100 RP, már megérte. Itt lehet, hogy később majd lehet változtatnak rajta, hogy nem tudom. Így akkor inkább gyűjtőknek ajánlok, nem versenyre. De mondom, az mondjuk kizárók lehet, ha tényleg... Mert mint olyasmit olvastam volna, hogy speckó versenyek vannak ezzel az autóval. Meg nagyon hirdetve volt, hogy így aerodinamikailag, meg így úgy amúgy, meg beszarsz olyan jó, most ahhoz képest tényleg szar. No comment. Azt, hogy egyedi a kinézete mondjuk. Jó az FPE. Hobbi járgánynak max. Hát majd meglátja. Most van elvileg valami új pályák is vannak, de én nem tudom pontosan. Nem hiszem, hogy megmentenék az évek, mert nagy a sebesség különbség, úgyhogy... Na ezt akármilyen évben. Te nem vetted meg, gondolom. Ezt a szekeret. Megvetted? Na, mert olcsó volt még. Nem tudom, új pályák hogy vannak. Ó, hát srácok. Olcsónak olcsó.
De a sebesség az olyan is sajnos. Szóval csodát nem várjunk. Menj már, hogy be van gajdolva, miért nem is fél gyerek? Visszafele! Az igen! Ja nem, a kamera van megfordulva. Nem, de visszafele van. Elment visszafele a kocsi. Jó, hát az L1-ben is látszok ezek tények. Úgyhogy, hát ennyi. Mindenki döntse el maga, hogy megéri-e neki ilyen hobbi Vernelnek, mégis nem drága. 6-7 kilóból szerintem megvan. Úgyhogy ennyi, de van volt, ha tetszett a videó, dobjátok egy lájkot, ha szeretnének infoltatni, mikor teszek fel új videót, akkor még iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg, ha nem esik nehezetekre. Jövök majd a soroltóninggal. Sziasztok!